A diákok találkozhatnak egyfelől a szakképzési intézményekkel, azokkal a szakokkal, szakmákkal, amelyeket kínálnak ezek a szakképzési intézmények, de itt vannak a cégek. Én évek óta járok ide, ez a 9. alkalom, jövőre jubilálni fogunk, és ezek a cégek, amelyek itt Tiszavasváriban, környékén, vagy akár Nyíregyházán találhatóak, azok gyakorlati képzőhelyek is jelenthetnek a duális képzésre, és később, amikor elvégzitek ezt az iskolát, akkor állás lehetőséget, állás kínálnak, mert ma a magyar gazdaság ott tart, hogy munkaerő hiány van, és keresik a jó szakembereket. Nem tudom, lehet, hogy sokan nem hallották, vagy nem figyelték a mai híreket, tegnap jelennek, hogy a harmadik negyedében a magyar gazdaság 4,8%-kal bővül.